Na, szeretnék egy tanulói hibát megint elmondani, de ez nem csak tanulókra jellemző, hanem az emberek 90%-ára jellemző, hogy belemászunk egy másik kocsiba, hogy belemászunk. Ez csak egy olyan szituáció, amit kint a forgalomban nem tudok megcsinálni, mert nem tudom elmagyarázni, túl kevés az idő, túl nagy a forgalom, pedig ott lenne életszerű. Vegyük úgy, hogy ez a kocsi áll az úton, ez egy kétsávos út, ahol jönnek szembe, el kell képzeljük, áll egy kocsi, le van így fixálva, vagy egy pótkocsi, bármi, és a tanulókkal, amikor jövök, de mondom, az emberek 90%-ára érvényes. Mikor közeledünk a kocsihoz, akkor a helyes az az lenne, hogy olyan 10-12 méter állunk meg, hogy tudjunk ellátni, hogy a szembe jövő jön-e. És a tanulók, meg legtöbb ember így áll meg. Így. És akkor ki van téve az irányjelző, és sajnos nem lát előre. És ez sajnos forgalomvizsgán nagy gondot okoz, ha én ott ülök, nem tudom kiengedni a tanulót, mert nem látunk. Innen a tanuló se lát. Hiába néz, bámul, nem tudunk kinézni mellette, mert nagyon nagy takarást csinál nekünk a szembe jövő forgalomra. A mögöttünk levő meg menne, kimegy, jár az irányjelzője. Teljesen probléma. Ez a tanulóknak már csináltam ilyen videót. Hiába mondom nekik, hogy nem állsz rá, sem kerékpárosra, sem álló járműre. Tartsuk meg azt a 10-12 métert, még akkor is, hogyha egyedül vagyunk az úton, míg eljön a szembelevő, addig jó nagy távolságba álljunk 10-12 métert. Valójában az nem nagy, de nekünk az pont elég ahhoz, hogyha mögöttünk jönne egy kamion és nem tud megállni, akkor ne szoruljunk közzé, hanem akkor teszünk egy egyest, azt elspriccolunk mellette, vagy jobbra, vagy balra, hogy ne ütközzünk, ne halljunk meg, ne préseljen össze bennünket. És akkor figyeljed, hogy ha innen kerülünk, a tanuló teljesen eltekeri a kormányt. És most van az a pillanat, amikor előre látunk. Innentől kezdve az autónk szinte kint van, bármikor lehet egy ütközés. És akkor egy csomó kormány tekeri, és mire visszajön? Úgymond meg nehezíti a dolgát. Folytatom mindjárt, pillanat megállítok. Na, így lenne a szabályos, hogy balirányjelzőt kitesszük, a felező vonal mellé tesszük a kocsit, felfedezzük, hogy jön valami. Megállunk. Ez 10-12 méter. És itt jön a trükk a dologba, ahhoz, hogy negyed annyi idő alatt megelőzzük, vagyis kikerüljük ezt a álló akármit, járművet, pótkocsit, mikor már jön velünk szembe, amit ha belemászunk a seggibe, nem tudunk megtenni. De itt meg tudjuk tenni, ugyanúgy a biciklisre vonatkozóan, mikor megyen lassan előttünk, szükségünk van egy gyorsulási távolságra. Mert mikor már a szembe jövő körülbelül itt van, a kocsi mellett, akkor már az ember, képzeljük úgy, jön a kocsi, elmegy, és nézd, ennyi mozdulattal ki is tudjuk kerülni. Ennyi kormánymozdulattal és balirányjelzővel visszatérünk. Teljesen egyszerű a dolog, több oka is van, hogy nem mászhatunk bele, még egyszer elmondom, több oka is van. Egy, ha biztonság technikai szempontból nem fogunk középréselődni a kocsinak. Ha valaki nekünk jönne, vagy közzé szorulnánk valami miatt. Kettő, jobban belátjuk, sokkal jobban belátjuk a szembe érkezőknek az útját. Illetve az előzést, kikerülést sokkal hamarabb be tudjuk fejezni, ha már nekiindulunk és kikerüljük, miközben a szembe jövő elmegy. Az a 10-12 méter nagyon fontos. Nézzétek meg, a való életben minden ember, a tanulók közt ott mind, de legtöbb ember belemászik a hátuljába, legszívesebben már eltolná a kocsit, annyira közel van. A logikus gondolkodású embereknek nagyon könnyű dolga van az utakon,
azok nyugodtan vezetnek, sőt, inkább csak azon bosszankodnak, hogy van egy csomó logikátlan ember, ami miatt csúcsforgalomba, nagy a dugó, nem haladnak, össze-vissza mennek. A logikus gondolkozású mosolyogva bárhova eljut pillanatok alatt. Na, érthető? Nem mászunk bele senkibe, belemászni nem szabad. Na, köszönöm.